Grand Theft Auto. Ez az egyik legjobb szériával rendelkező videójáték valaha. Amit valahol mindenki tisztel, de ha te más gondolsz, akkor neked tuti nem volt gyerekkorod. Srácok, nézzük az összes GTA részt egyetlen videóban. Oké, és itt vagyunk, és azt sem tudom, hogy kell indítani, tehát már most eltévedtem. Mission Pack 1 London 69, Mission Pack 2 London 61. VTF? Oké, nyomjuk 1-es, tehát ilyen menüvel rendelkező játékot se láttunk. Indul, elvileg. Azt a mindenit, mi ez? Ez mi ez a hang? Oké, nézzük a karaktereket, srácok, az első Travis lesz. Nézd azt a füleket. Kéti, de inkább ez úgy néz ki, mint Fiona a Shrekből. Mickey? Divine, figyeld már, mekkora csöcs... Buba. Huba-buba, ezzel se leszünk. Troy. Ez úgy néz ki, mint a Foxer a GTA 4-ből. Kivlov. Ez meg a Michael a GTA 5-ből. Hallod, srácok már előre tudták szerintem, hogy milyen karaktereket fognak létrehozni. Tehát nem nagyon változott a GTA ilyen szempontból. Urika, ezzel fog menni. Szöszive. De miért Travis-e vagyok? Mikor a Sussit indította be? Nem is tudom irányítani a játékot. Hogy kell menni? Ez mi? Hallod, a sima nyilakkal mész. Menjél már! Hát irányítani nem bírom. Öcsém! Jézus Mária, ez micsoda? Meghaltam egyből a GTA... Ez mi? Ez sinek voltak? Ez sin volt? Gyerekek, egyből a kórházba kellettem, ez mi? Melyikek ugrani? Nem lehet ugrani? Melyikek ütni? Oh, figyelj! Hallod? Ha mindjárt behányok. Ez mi? Ez mi? Motor, az kell! Add ide! Menjél már! Elestem! Hol a motor? Eltűnt a motor. Ha valaki meghalt. Ez nem én voltam. Tehát valakit megöltek, gyerekek. Ez VTF. Az mit csinál? Megeszi? Mi a fasz? Fölkeltett egy hullát? Mi a fasz? Gyere, vezze, gyere, majd fölkeltenek. Na gyere, kejfő. Mi? Visszajött? Hülye vagy? Jó, az a srácok, ez volt a GTA 1. És nem tudom miért Travis dobta be. Mikor Ullikával akartam menni, na mindegy, nézzük a második részt. Legyen ez egy ilyen 6/10, jó? De csak azért, mert... Jó volt benne bunyó. Oké, srácok, itt vagyunk a GTA 2-ben. Borzasztó nehéz volt elindítani, és látjátok, nincs is teljes képen, egy icipici fekete sávot láthattok mind a két oldalon, de hát ez ennyire gagyi rég, hogy OBS nem reagált rá. Tehát azt mondta, hogy nem kell neki ilyen játék. Nézd azt a fejet ott lent, ez mi? Ez a tutorial? Oké, jó van már. Ekkorát ugri? De erre még nem tudok ugrani, csak visszafele. Bum 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 bum. Ez mi tank? Mi ez a kocsi? Takarodj! Yes! Nyomjad a Jimmy-zi right there! Figyeld már! Gyere, gyere! Persze, hogy elszalad! Nem... Kurva jó! Itt már hang is van, itt már van hangeffekt. Figyeld, backseat-ült, elszalad! Gyere már ide! Kejfe! Mi? Kurva nagy! Nem szálltok be? Taxiba. Fék taxi. Akarom mondani. Átugort kettő kocsit. Láttad a taxit és azt a zöldet és beszállt. Így. Gyere ide. Várjál, rádugrok. Akarom mondani, nem úgy. Így. Já. Ugrottam is. Ez varanes. Elütötték a faszit. Engem is. Na jó, srácok, ez legyen egy 4-es, de csak azért egyáltalán el sem indult. Rendesen. És az OBS nem látja se. Elsírjam magam most? ez a 3. Ez az. Fixáltuk. Start. New game. Figyeld már Puffit ellen. Srácok, és ez volt az első 3D GTA. Kettőhöz képest azért ez óriási előrelépés, tehát ez szerintem mindenki imádta régen. Nézzük, nyomjuk. Most jöttem a sít. Gyors, nyom ki!
Na, hogy már copyrightot kapjak, baszki. Gel se indult, de már copyright. Jönnek a zsernyákok. Jönnek a zsernyákok. Dude. Dude. Várj, nem is jönnek a zsernyákok. El se kezdte a játékot, de már van pénzem. Nem áll. Kell a cash a testemnek. Szívi. Most jöttem börtönben, nincs pénz. De mit dudálsz? Mit dudál? Mit dudál? Figyeld, üttem a... Az... De... Ez miért? Tehát konkrétan eddig jutottunk a GTA 3. Nézd meg! Megint jönnek a zsernyákok. Úristen, tűnés! Nem tudom, hova kell mennem úgy? Csak így mész. Gyere már! Ki akar visszamenni a shitre? Gyere! Hello! Ez faszi vagy nő? Ebben a korban nem lehet megmondani. Valaki mondja már meg. Bőva! Fiat öreged? Ez öreg? Fiatal? Nincs zsé. Nincs cash. Ott van hátul a pénz. Hogy kell ugrani? Nem ugrik. Melyik kell ugrik? Ebbe lehet, nem lehet? Figyeld! $62, ebből már pizzát kapunk. Nézd ezt a gyereket. Figyeld már, hogy megy. Ki van gyúrva? A dinnyék hol vannak? Gyere már. Adjál több pénzt. Mi az, hogy csak egy pénzt adtál? Mi az, hogy egy pénzt adtál? Jó, srácok, hát ez legyen egy hetes, mert azért ez tényleg 3D, és azért ez nem rossz játék volt annak. Abban a pillanatban Vice City, és nem tölti be OBS, ez az. Yeah. Yeah. Fuck yeah. Milyen CD-t tegyek be, ember? Nincs CD-m. Hú, mekkora varázsló vagyok. Start game. Van load game-em? Nincs. Honnan lenne? Miért mondtad, hogy van? Na, Vice City. Azért ez már sokkal jobban nézett, ugye, mint a három. Nem is tudom, hogy ez volt-e. Sorrendben a következő. És ezután jött a szádráz, gyerekek. Ki tudja? De remélem elnyomni. Oké, hát egeret, így sem tudok használni. Hogy képzeljétek el, hogy ez nagyon-nagyon lagolt, annak a gépemen, mikor nekem megjelent ez a játék, és hát nem tudok forduljak. Ja, így fog menni. Mi a faszére lett az egeret használni? Nézzük már egy fixet, gyerekek! In properties, go to the compatibility. In compatibility, find run this program. And go to the this icon. And just go to the Windows 98 or Windows 3. Just click on Windows 98 or Windows 3. Then apply it. Then OK. Then your problem is solved. Then we check the GT. Szóval nem működött az egér, gyerekek, de szerencsére a YouTube tutoriált köszönhetően elindult, és most nem tudjuk pörgetni. Képzeljétek el, ott tartottam, hogy nagyon-nagyon lagolt régen a játék az én PC-ben, mikor én fiatal voltam, ez a játék már nagyon-nagyon régen kijött. Nem tudom, irányítani? Se baj, az volt a lényeg, hogy látjátok ezt a pólót, megy a hátán, így fújja a szél, és hogyha normálisan ment, akkor nem lagolt, hogyha egy lassító ment, akkor szaggatott, így nem értük föl a srácokkal. Biztos úr, ne szaladj el, nagyon-nagyon megcsaplak. Hogy tudja, hogy vége lesz? Ó, várjál, az azt üldözi. Ezt megnézzük. Itt fog csinálni az AI. Ó, milyen zsernyák, figyeld! Tehát nem letartóztatja, nem megöli. Kicsi. Nagyon kapott. Így, nézd. Pali, ezt így kell. Gyere már ide, haver. De milyen bottal jössz? De miért szédülök? De hogy, miért verekszek ilyen szarul? Erről van szó. Kell a bot. Skuló. Már egyből a GTA-ba. Mentő? Lopjunk már mentőautót, baszki. Mi? Ide jött a mentő. Itt rakta ezt, és eltűnt. Mi van? Megjött a Uyker testvére. Mellé ment. Persze már lövöldözök, akkor egyből kettes a csík. Hogy fosik? Ez mi? Figyeld! Szállj be! Au! Szállj Benter! Erre van szó. Fuck yeah, rendőr vagyok, engem hagyjatok. Honnan tudják, hogy nem én vagyok a rendőr? Hát nem látják kívül benne, baszki. Azért ez már viszonylag jól néz ki, tehát ahhoz képest, ugye. Tehát a háromnál azért jóval szebb, de most, ahogy nézem, retek csúnya. Régen ez olyan grafika volt, hogy tátottuk a szánkat, hogy azt a mindenit, gyerekek, ez milyen grafika?
Bemegyünk a bárba. Bemegyünk a bárba. Nincs nálam. Ah, shotgun, honnan van? Figyel. Pali. Keci, ilyet kaptam. Itt azért nem lett volna jó verekedni, bazd meg, de ti kértétek. Kus. Ide bejöhetnek? Dance-eljünk. Melyik kell kezdeni? Nincs dance? Be fognak jönni szerintetek itt az ajtó? Hú, aranyom! Azt, ez mi volt? Oda megyek, hogy aranyom, érted? Akartam kérni egy piát, de megölt, paszki. Mi a fasz? Zsernyákokkal ott be volt épülve. Na, a srácok, ennyi lesz a Vice City, nézzük a következőt. Legyen egy 8 per 10, de csak azért nagyon fán. Még szerintem a Sardras nem egy annyira hú, de régi ahhoz képest, mint a Vice City. Van load game-em. Hogy lenne már? Hogy lenne már? Ez akkor a zene volt. Yeah. Mi van, ennyi? Elindult. After 5 years CJ. On the East Coast. Öreg haver. Figyeld már ezt a grafikát. Ez is olyan régire kívül. Talán azt lehet mondani, hogy az egyik legjobb GTA, ami valaha készült. Meg hogyha most a grafikája nem is olyan, mint régen volt, de azért mémek itt mennek. Várj, itt a főfelével lefele, főfele. Lesznek itt gondok. Nem tudok biciklizni. Miért ilyen nehéz ebbe biciklizni? Nehogy lelőj. Hallottad, mit mondod? Várjál, átállító, hogyha lehet ilyet. De én nem most kezdtem a játékot. Mit lősz, buzi? Mit lősz? De meghalok, de nem csináltam semmit. Hát, ez mi a fasz? Hát most érkeztem itt a gettó. Tehát, hogy most... Hey, y'all, come look at this! Kórházra kezdem? Nem csak semmit, leszok a biciklire és megölnek. Tehát, valahol nem szeretnek ebbe a játékba, tehát egyikbe se. Már az első quest, és hol a biciklim? Tehát most mit kell csinálni? Sétálják haza? Sikerült fixálni az egered? Bocsi, nem direkt volt. Épp útba voltál. Hazaérkezünk, gyerekek, hazaérkezünk. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Ja. Fuck yeah. Sikerült az első küldetés. Big Smoke. Az a fej. Nyomjuk már. Ah, figyeld a patyut. Mennyi burgert nyomott? Follow my lead. Szóval. Oké. Okay. Dupla vét kell nyomogatni. Take you back some, huh, CJ? Gyorsabb vagyok! Várjad, üldöznek? De már most lőnek megint. Mi van, faszi, kikaplak a kocsi? Ez nem volt jó ötlet. Mi van, ha kikapjuk őket? Ha? De fosik, mindegy, megyünk, mi is fosunk. Lehagytak, végre lesz a questnek. Persze, egyedül engem üldöznek. Tehát mindenkit leszarnak, de azok miért nem jönnek? Mit csinálnak ott? Keep up, CJ! Én itt vagyok. Ja, hogy jött egy bejátszás. Keep up, motherfucker! Hogy nyomja? Nektek melyik a kedvenc GTA-tok, gyerekek? Nektek melyik a kedvenc GTA-tok? Írjátok már a komment szekcióba, az összes közül. Hát én ezen nőttem föl a GTA Vice City-n és a San Andreas-on, szóval... Nekem ez így örök favorit, de amúgy GTA 5-nek is retek jó sztoria. Figyeld, befejeztünk! És majdnem meghaltam, tehát én majdnem mindig meghalok. Itt már lehetett látni, hogyha meleg volt az idő, láttátok, van ez a hullámzás, így az időjárás. Kurva lehet, tehát ez így, már megvan ez az effekt. Respect, hogy végigvittük. El kell menteni. Ó, figyeld, fogyott a zsír. Ez kurva jó volt, hogy ez a GTA, mert itt lehetett hájasnak lenni, izmosnak lenni, enni, gyúrni, járni, stb. GTA 5-ben ez hiányzik. Tehát ezt hiányoltam. Vagy srácok, ez 10 per 10. Mindegy milyen régi és mindegy milyen a grafikája, ez örök favorit marad. A következő srácok, jól látjátok, a 4.
Ez a játék egyetlen jó, igazából nem tudom miért. Talán, mondom, mindig azok voltak annak a problémák, hogy nem mentek a gépemen. De talán 360-ra is kijött még, Xbox 360 vagy PS3-ra is. Mindegy, kimaradt ez az éra, tehát játszottam vele az elején, de annyira lagolt, hogy nem sok mindent tudtam vele kezdeni. Játszani akarok. Van egy mentésem. 5 métert mentem? Tényleg? Itt lehetett valahogy. Itt is mindent elmagyaráz, hogy komolyan, tehát tudjuk, lehet benne menni, enni, szarni, aztán... Mindig is ez volt a vágyam, a hotdog. Hol van a hotdog árus? Kérek egyet. Bye. Adj egyet. Remélem finom lesz, mert orba baszlak, ha nem. Öcsém, de szar! Fúj, milyen íze volt! Milyen íze volt ennek te? Romlott volt a virsli? Ember, mondtam, hogy rendeset adjál. De milyen luft hoz? Miért nem ütök? Miért nem tudsz? Segítség! Elbújok! Erre van szó. Mi ez a kör? Cheat kódot alkalmaztam. Hát igen. Szóval... Mondtam, hogy ha szar a hotdog, megjárod. Amúgy nézzük meg körül, tudok így még hotdogot enni? Ingyen, mert amúgy nem is volt rossz, csak ingyen kaját akar. Kell a verés? Bazd meg, mindenki akar verekedni? Olyan kéne, aki nem üt vissza, nehogy meghalljunk. Kell a keset testemnek. Pali, mit iszol? Adsz egy kortyot. Te is bunyózó? Nem vagy jó. Olyan kell, aki nem üt vissza. Azokkal elbánok. Amúgy mindenki meg fog verni. Építkezés? Vagy mit építesz? De ez megfogöl. Jó, ez megöl. Gyere. Kakszakör vagy te. Jó, meghaltam GTA 4-be is. Adjunk pénzt a csövesnek. Ez csöves volt? Passzi, senki. Ez nő. De miért bánt? Ez miért erőszakos emberek vannak ebben a játékban? Tudsz úszni? Ez már nem megy, mi? Nem én voltam. Úszik. Tudsz úszni? Tud úszni. Baszd meg, hogy megyek? Már fullad, mindjárt szívuramot kapok. Nem lehet ide bejönni? Engedj be. Nem én törtem be ablakot. Ez a dagadt azért, ez elbánna velem. Mi, ikrek? Mi? Ez ugyanúgy lesz ki? Ufi? És ő? Véletlen volt ezt hiszem. Nem bír főkenni már. Hús? Fufi? Pénzt? Mert éhes vagyok. Nem bír főkenni amúgy. Még külön sem bírsz főkenni. Pénz? Akarsz még? Meg a fuck? Adjad a pénzt. Erről van szó, köszi. Nem bírtam kinyomni a rádiót. Szóval kérek egy hotdogot. Most ez a faszi vagy fölkelt, vagy egy hotdogot. Nézzük, megy a HP-m. Esküszöm, nem ütlek le érte. Hát, abba a pillanatban. Ez nagyon tetszik ez a játék, gyerekek. Nagyon-nagyon tetszik. 9.5/10. Nézzük a következőt, skacok. Mindenki ismeri. GTA 5. Ezt be se kell mutatnom, srácok, ezt a játékot. Szerintem sokatoknak ez a kedvence. Lehet a mai napig is. És hát ebbe csináltunk egyszer egy olyat, hogy zombi apokalipszis mód. Mai napig kapok kommenteket, hogy játszok zombi apokalipszis módot. Kb. 2 éve töltöttem utoljára egy részt, úgyhogy nem is nulláról kezdem. Ja igen, látjátok, hogy rengeteg pénzem van, és nem azért, mert mit tudom én, hanem kellett egy 100%-os mentés azért, hogy meglegyen igazából a statisztika. Látjátok? Tehát az volt a lényege, hogy 100%-os mentés legyen, mert az erő minden maxon legyen,
Ha nyomjuk a zombie apokalipszis módot, akkor tényleg tudjuk futni Trevorra meg ilyenek, tehát semmi mód nincs föltelepítve, hisz én azóta töröltem ezt a játékot, eltűntek a módok, és ez pusztító hosszú időbe állítani, úgyhogy nézd már mekkora csöves, figyeld mennyi csöves! Csöves? Ezek nem csövesek? Nekem van pénzem, hogy kell adni? Adok pénzt! Mondtam, hogy adok! Egy! Ütéstől meghalt? Lehet, hogy azért full van a statisztikája? Mindig is így kopaszodott Trevor ilyen fészekszerűen? Nem akartam megölni, pénzt akartam neki adni, de most már legalább nem éhes. Siessetek, megkaplak titeket! Siess! Siess! Utolérlek! Szerinted így nem élek utol? Sétál utolérlek! Mit nézel? Puk! Már jön a mentő. Nézzük, ellátja a mentő? Mi történik ilyenkor? Lesz-e újraélesztés? Meg tudják-e még menteni az embert? Kíváncsi vagyok amúgy. Elkezdi valami bármi nyom arra, hogy éljen. Vagy életnek bármi jele. És telefonál? Fölírja, hogy meghalt. Baszki. Kurva élethű. Rádió off. Rádió off. Semmi grafikai tuning, patch, semmi nincs rajta, és rohadt jól néz ki. Tehát ez a játék, ez valami kegyetlen. Imádtam a sztoriát, de muszáj, muszáj motor, tehát. Ezt nem gondoltad, hogy nem. Nem akarsz harcolni? Bárki harcolni? Tényleg itt kéne verekedni gyerekeket. Teli vagyok. Erővel. Erőizom. Tejet iszom. Kötekszed? Gyere. Na nézzük, mit tudsz. Fész, mi? Szaladj anyuhoz haza. Hát, ha ad puszit. Ne szedd a csürkeit, baszki. Gyere, harcoljál. Harcolj. Huvasz. Gyere. Jó, sántíts hazáig. Nem öljük meg, nem vagyunk egyetlenek ebben a játék. Nem vagyunk egyetlenek. Nézzük már valami max speedet. Á, gyerekek, kicsit szerintem rosszabb. Rosszabbba mehettem. Hirtelen nem néztem. Ez frontális ütközés volt. Nézzük már meg Franklin haverunkat, hogy van, mit művel, mit csinál, hogy él. Figyeld már, milyen kéglie van neki. Aha. Testvér nagyon nyomja. Nyomjál már fekvőket, baszki. Kurva jó az a kégli. Már el is képzett, hogy itt jönnek a zombik. Ekkora flash lenne megint. Nem, srácok? Kicsit screen tearinges. Megnézzük az utolsó karaktert, Michael. Vajon Michael barátunk mit csinál? TV. Ide görcsöt kap megint. Jó, ezt a screen tearinget megszüntetjük. Az asszony, főztél valamit? Asszony. The things we do for our health. Drinking grass? Really? Hogy miért kevesebb lett hirtelen? Hol vagyok ölök? Menjünk már, kell az egészséges életmód, de az asszony is füveket iszik. Nem lehet, hogy csak teppedek a tévé előtt. Míg a Franklin gyúr. Menjél már. Elkezdi, meghaltam. Szerinted meghaltam? Úgy nézek ki, mint aki halott. De azért nem segít. Elhúz. Gyerünk. Nyomjuk. Ezt az... Michael, nyomjad! Mi van veled? Gyorsan vagyok itt a kocsi! Kurva jó az a game! Na srácok! Ennyi lesz gyerekek! Ha tetszett ez az összeválogatás videó, akkor mindenképp jelezd egy lájkot és ne felejtse feliratkozni! Írj egy kommentet! Én erről szóltam, legközelebb találkozunk! Szevasztok!